Az Emplén Televízió kulturális magazin műsorát, a Mecénást látják. Munkatársaim nevében is köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Egy országos programsorozathoz csatlakozott a Sárospataki Művelődésháza. A Kultúrházak éjjel-nappal című háromnapos eseménysorozat arra hívta fel a figyelmet, hogy az ország különböző településein zajló színes kulturális programok aktív előmozdítói az ország és a helyi társadalom fejlődésének, a közösségek építésének, értékek megőrzésének, közvetítésének és teremtésének. Február 17-től 19-ig az ország 170 településén rendezték meg a Kultúrházak éjjel-nappal című eseménysorozatot. A háromnapos programot a Magyar Népművelők Országos Egyesülete hirdette meg. A Sárospataki Művelődésháza örömmel csatlakozott a kezdeményezéshez. A fő cél az volt, hogy olyan programokkal várják a közösséget, amelyek láthatóvá teszik a művelődési házakban folyó sokszínű, társadalmilag létfontosságú közösségi művelődést és képzést, amatőr művészeti munkát, az értékközvetítést. A Sárospataki Művelődésháza különleges programokkal várta a közönséget. Három nap alatt, mi szerintem három napos rendezvénnyel készültünk erre. Három nap alatt volt egy bálunk. Most itt jelen pillanatban egy olyan játszóházban, egy kreatív játszóház, ahol a gyermekek a farsangi eszközöket készíthetnek, hát főleg állatkészítés folyik festéssel, különböző technikákkal, papírokból, színes papírból. Tehát emellett farsangi fánk versenyt hirdettünk meg. De hát olyan egy kis táncház is lesz majd, amikor a hangulat már úgy alakul. Remélem, hogy a gyerekek beállnak majd ebbe a táncházba, kapcsolódnak ehhez a dologhoz. Tehát egy olyan kis rendezvény, ami kifejezetten a farsang szokásköréhez kapcsolódik, még akkor is, hogyha mindez modern köntösben valósul meg. És hát a holnapi nap pedig a moziban matinévetítés lesz, ami még ezt a rendezvénysorozatot színesíti, gazdagítja. A Magyar Népművelők Országos Egyesülete hirdette meg ezt az akciót, valóban azzal a szándékkal, hogy felhívja a közművelődési intézményrendszerre a figyelmet. Két okból is tette ezt a szakmai szervezet. A közművelődési intézmény hálózata, nyugodtan mondhatom, hogy az egész ország területén megtalálható, hiszen a kis településeken faluház, kultúrház, kultúrkönyvtár, ki milyen elnevezéssel használja mai napig, vagy olyan összevont intézmény, mint akár a mi városunkban. A közművelődési programok sok-sok típusát, közösségeket, alkotócsoportokat kínálja a lakosságnak. Valójában ez az intézményrendszer évente több mint 80 millió látogatót fogad a statisztikai adatok szerint. Ez jóval több, mint bármelyik külön álló szervezet, legyen az a színházi, zenei vagy képzőművészeti intézmények hálózata. És talán méltatlanul néha ez a háttérbe szorul, pontosan azért, mert a profi előadó művészetnek a házai jóval nagyobb sajtónyilvánosságot és egyéb lehetőségeket kapnak. Tehát tulajdonképpen ennek a hátránynak a ledolgozására is szervezte meg a civil szervezet ezt az akciót. És hát természetesen minden települési intézmény a lehetőségeihez mérten, akár éjjel is kínál programokat, de még egyszer hangsúlyozom, ami a legfontosabb, hogy ezekre az értékközvetítő házakra irányítsa a figyelmet ez a hosszú hétvégen. Sárospatakon, ahogyan azt mondtam, a lehetőségek határozzák meg, csak úgy, mint nagyon sok településen a hétvége programját, és hát nem titkolt szándék volt az is, hogy mivel ez erősen kapcsolódik még a farsangi időszakhoz, azokat az egyébként is lebonyolításra kerülő farsangi eseményeket szőjük bele ebbe az országos akcióba, amelyek településenként a programokban már egyébként is ott vannak. Ez alól nem kivétel a mi városunk sem. A szombat délután bonyolított farsangi játszóház, az ehhez kapcsolódó fánksütés, kóstoló és az ezt lezáró táncház mindenképpen a tervezett programjaink között szerepelt, ami talán újdonság, de nagyon örülök, hogy Darmos István kollégám ezt előtérbe helyezte. A péntek estére szervezett Bodrog Néptánc Együttesnek a bálya, ami egy hagyományos közösségi
összejövetelből egy hagyományteremtő eseményé lett, hiszen a Bodrog Néptánc Együttes tagjai minden héten pénteken este 6 órától tartják a próbáikat. A mai napon azonban ez nem egy próba volt, hanem a szülőkkel, barátokkal, ismerősökkel eltöltött elegáns táncos zenés est, közelebb hozni egymáshoz mind azokat, akik az együttes munkáját segítik. Ez volt a szándék. Ez azért nagyon nagy szervezést igényel, és a kollégák részéről is sokkal nagyobb odaadást. Hát hogyan lehet ezt egyáltalán koordinálni, és hogyan tudtok töltekezni arra, hogy minél több és minél színesebb programot nyújtsatok Patak közönségének? Sokszor nyilatkoztam már, hogy ez valóban egy csapatmunka, ahol mindenkinek a munkája egymásra épül és rakódik. Szoktam ezt mondani, hogy már a jegypénztárba vagy a ruhatárba eldől, hogy hogyan is alakul az az este, és nyilván ehhez mindenki hozzáteszi a magáét, légyen technikus, népművelő, könyvtáros vagy a mozi intézmény egységben tevékenykedő. Én azt hiszem, hogy a mi legnagyobb töltekezési lehetőségünk az, amikor a közönségtől pozitív visszajelzéseket kapunk, és ebben beletartozik, sajnos ezt kell, hogy mondjam, a számossága a közönségnek, tehát amikor akár forintosítva is látjuk a bevételeinket, azok a megjegyzések, észrevételek, amelyeket egy-egy programhoz hozzáfűznek, és azok a szintén általában pozitív visszajelzések, amelyeket akár nem is egy rendezvény kapcsán azonnal, hanem az utcán bárhol elérve minket átadnak. Talán ez is jelzi azt, hogy a kollégák és ezzel az egész intézmény városi életbe való beágyazottsága elfogadott, hogy mi tényleg ott vagyunk, és ezeket a visszajelzéseket, természetesen a kritikai észrevételeket is vesszük, és mindezek figyelembe véve, vételével alakítjuk a további munkánkat. A Magyar Népművelők Országos Szövetségének elnökségi tagjaként hogyan látod ennek és a többi programnak is a jelentőségét? Mit kapacitál ebből az intézmény, és milyen pozitívumokat kapnak azok az emberek, akik ide látogatnak? Az Egyesület elnökségi tagjaként ott voltam, amikor ez a dolog eldőlt, és amit a legelején mondtam a riportunknak, ez a szándék vezetett ott mindannyiunkat, hiszen ebben az 5 fős csapatban az ország minden pontjáról képviseljük a kollégákat és az intézményeket. Amit profitált a mi intézményünk is, és azt hiszem bármelyik a 175 közül, aki az országból úgy alakította a programját, hogy részese legyen ennek az akciónak, az talán az az országos média és sajtókampány, ha szabad ezt mondani, amiben még szerintem a mi szakma területünknek nem volt része. Tehát, hogy reggel 7 és 8 óra között az M1-en a kultúrházakról szóljon egy rövid spot, vagy ugyanez megtalálható legyen bármelyik napilapban a hét hátra lévő 3 napján, ez azért mindenképpen említésre méltó, és az sem titok, hogy ennek a programnak a reklám részét a Nemzeti Kulturális Alap finanszírozta, amelyet még az elmúlt évben működő kollégium szavazott meg a szakmai szervezet részére. Én azt hiszem, hogy az a honlap, vagyis az a felület, amit ennek az akciónak a kapcsán üzemeltettünk, az szintén szépen mutatta, hogy melyek azok a házak, kicsik és nagyok, a 19 megyére lebontva, akik ennek részesei lettek, és hát az is egy jó érzés, hogy ezen a felületen Sárospatak neve is ott forgott folyamatosan. A program a kultúra iránti felelősségre is fölhívta a figyelmet. Mindannyiunk közös felelősségét annak érdekében, hogy a közművelődési intézményrendszer továbbra is előmozdítója legyen az ország és a helyi társadalom fejlődésének, a közösségek építésének, az értékek megőrzésének, közvetítésének és teremtésének. Börtönkiállításról már tudósítottunk a Mecénásban, tehát a műsor nézői már értesültek arról, hogy a Sátoraljaújhelyi Fegyházban születnek kulturális értékek. Most a zene által közvetített értékek kerültek előtérbe. Dinnyés József előadó művész több mint 4 évtizedes pályája során mindig fontosnak tartotta a társadalom perifériáján élők, a fizikai vagy lelki rabságban élők megszólítását. Magyar költők megzenésített verseivel és Dávid király zsoltáraival hozta el a kultúrát és az evangélium üzenetét az újhelyi fogvatartottaknak. Az országút városból kifutó kígyója,
Nekem is kínáltak aranyát csillogva, mindenem eldobtam, mikor elindultam. Még ma is lángoló kísértett az utam, kabátom galléria, felhőnek gyermeke, egy magas fa tépte le az égről kedvesen. Sokan voltak a családunkból börtönben, kicsi koromtól kezdve jártuk azokat a helyeket, ahol föltételezhetően édesanyám bátyja ott van talán. 56 után is volt ilyen, 56 előtt is volt ilyen, hogy eltűntek rokonok, és kerestük őket. A fogvatartottak sorsa, miután itt politikai foglyokról van szó, ez én esetemben, elsősorban így került az úgymond látóterembe a fogvatartottsági helyzet. Aztán mindig izgatott az a munka, amit a lelkészek folytatnak, amit én néha irigykedve láttam, mikor tanítóként eljutottam a börtönökbe, és tanítottam, semmi más nem csináltam, írni, olvasni. Tanítottam a fogvatartottakat, hogy sikeresen elvégezhessék a 8 általánost, és a lelkészek pedig van mást is csináltak. Vitték a verseket, a szép szót, és lelki gyakorlatot folytathattak egyes fogvatartottakkal, mert börtönlelkészi szolgálatról szó sincs. És aztán jött a rendszerváltás, akkor szinte természetes volt, hogy 5-6-an összefogtunk Rosszik Gábor lelkész úrral közösen, és 20 évvel ezelőtt megalapítottuk a börtöntársaságot, a testvéri börtöntársaságot. És azóta járjuk rendszeresen a börtönöket, 20 éve volt az első nyilvános prédikáció börtönben, és most már 12 éve ennek a munkának az eredményeként meg tudtuk teremteni sok-sok javaslat után a börtönlelkészi foglalkozást hivatásszerűen, és azóta vannak hivatalosan börtönlelkészek, közalkalmazottakként. És ezért ők kapnak fizetést, és végzik ezt a munkát. Így ők vezetik a kápolnát, az istentiszteleteket, szentmiséket, és így tovább. Tehát ez már lekerült a vállunkról, hogy így mondjam, tehát már nem kell Rosszik Gábornak sűrűn járni istentiszteleteket tartani, és más testvérbörtöntársasági tagnak, hanem magunkra vállalt szerepeinket végezzük. Én azt a részét végzem, amit most is itt énekelt versekkel, tartalmas összekötő szöveggel, valamilyen gondolat köré fonva az előadást. Például József Attila év volt, akkor József Attila versekkel mentem a fogvatartottak közé, abból is a fiatalkori istenes verseket énekeltem a fogvatartottaknak, a 17-20 év között írt verseit József Attilának, és nagyon nagy hatása volt a fiatal börtöntöltelékekre, hogy lám itt egy 15-17-20 éves fiatal miket gondol a világról és Istenről. Vagy Balassi évforduló, akkor ugyanúgy a kobzommal végigjártam nagyon sok börtönt, 16-17 börtönben voltam, mert nem mindig fogadják a 30-valahány börtönünkben az én kezdeményezésem, mint most például ebben az évben, amit nagy örömmel konstatáltam, hogy az országos parancsnokság rögtön egy nagyon kedves levelet írt az egyesületünknek, társaságunknak, hogy támogatják, és minden börtön visszaigazolta 2-3 hét alatt decemberben, hogy januártól benne vannak a fogadókészségükkel az én szolgálatom támogatásában. Nagyon izgalmas, amikor megyei börtönökben van az ember, és ott vannak az előfölvételisek, ugye, akik még ítélet előtt vannak, nyomozáson ellenük, bűneiket most derítik ki, ügyészi meghallgatások vannak. Ők egész másként fogadják ezeket a gondolatokat, mint azok, akik már tudják, hogy 3-5, esetleg még több évet kell távol tölteniük a családjuktól. Tehát nem lehet különbséget tenni, hogy melyiket szívesebben. Mind a kettő izgalmas. A fiatalkorúaknál pedig, miután 16. éves a legnagyobb unokám ott meg őt látom köztük, hogy nehogy ide kerüljön már, az ő hiányát látnám köztük, hogy így pontosabban fogalmazzak. Mert bizony egy félrelépés, és már ott van a fiatalkorú ítélet. Az asszony börtönök megint nagyon nehezek, hiszen az ő gyermekeik otthon vannak, ők kétszeresen vannak büntetve. A gyermekeik miatt is, és ők maguk miatt is. A férjük meg lehet, hogy nem úgy gondoskodik a gyermekükről, hogy egy anya
különben gondoskodna. De volt olyan börtön, ahol egy apa és három fia, mind a három bent van. Hát bizony nagy bajuszával ott ült az apa, két oldalt egy-egy fia. Hát el voltam keseredve, amikor ezt láttam. De aztán kiderült, hogy 11 gyerekük van, mondom. Most a többiek focizni vannak, vagy a maradék otthon kosárlabda csapatot szervezett. Hát viccelődünk velük, nem tudok mit mondani. Hát ez ilyen. Nincs olyan, hogy most súlyosakat látni, vagy nem. A csillagbörtönben 84 gyilkos ült előttem. Hát ott ők mindegyik súlyos. Az élet ellenes cselekedeteik a legsúlyosabb bűn, az égbe kiáltó bűn, ahogy az írás mondja. És ott nekik ugyanúgy beszéltem, mint a fiatalkorúakhoz. Nyilván ők másként fogadják a gondolatot, hiszen ők szinte nem is reménykednek arra, hogy tizenvalány éven belül látni fogják az utcát. Minden börtön előadásnak van egy mottója is. Ez az adott intézményhez kapcsolódik, vagy az adott naphoz, amelyen meglátogatja ezeket az intézményeket? Hát először is a Biblia olvasó kalauz az egyik az, ami úgy szóba kerül, ahogy ma is Máté egyik írása a 15-ösből, egy kicsi részlet. A motto, eznek az útnak a mottoja, Isten után a család az első. Ahogy volt olyan név, amikor a szeretet mindenki, ez a parancsolat volt, ez a motto volt a parancsolathoz fűzve. Mert mindenkinek vissza kell érni a családhoz, mert a bűnöző elfogja a rendőr, az ügyész és a bíró, az ügyvéd elintézgeti a polgári ügyeket, és ott marad egy ember. És közlik le, vagy 3 év, 4 év, 5 év, vagy pénzbüntetés, vagy egyéb más történik vele, vagy történhet vele, és ettől kezdve egy emberről van szó. Most a lakosság ezt nem tudja megérteni, hogy valaki 5 évet kap, letölti, utána egy ember jön ki a bűn nélkül. És szeretnénk, hogy a lakosság ezt megérteni, bűn nélkül jön ki valaki. De ezt meg kell mondani a bűnözőnek is, aki benn van a börtönben, hogy te emberként mész ki, és tessék úgy közlekedni az utcán, hogy te most tiszta vagy. Az, hogy a törvény elmarasztalt, azt tudja a családod, tudják néhányan, de te tiszta vagy. És erről kell tudósítani a lakosságot, és akkor szívesebben fogadják vissza. Mert lehet, hogy egy jó szakember, lehet, hogy csak egy tévedés áldozata. Sok-sok lehet van, hiszen most ilyenkor X-ről és Y-ról kellene beszélni, de hozzá az interjú rövid. A társaság mindemellett, hogy meglátogatja a börtönöket, felvállalta, hogy kiadja az elítélteknek a verseit. Ezt miért? Ez pontosan az, hogy a bemutatott példák is, hiszen 3 költőtől mutattam verseket, ezt a börtönben ülők pontosan értik, hogy miről szól. Én szeretném, hogyha a kinti lakosság is, a rokonság, a börtönviselt emberek rokonai is megismernék ezt. Hogy itt gondolkodó emberek vannak, akik átérzik a súlyát annak, hogy ők nem ellettek ítélve, hanem megítélve lettek. És a megítélés az ne legyen azonos az elítéléssel. A megítélés az ember minőségére vonatkozzon. És hogyha a család felé nem tudjuk egyengetni az utat egy pozitív véleménnyel, akkor soha nem jut vissza a családhoz. De csak a családdal együtt tud valamit elérni, hiszen ha nincs hátországa valakinek, egy gyermek, ha nincs anyu, apu, nem tudja az iskolát elvégezni. Ha az apu, anyu felügyelete nincs ott, a szerető gondoskodása, fegyelmező gondoskodása, hozzá kell tennem, akkor nem tudja elvégezni az iskolát. Akkor ott van a préda, a gonosz prédája abban a gyermekben. Tehát én így kezelem a versírót, ha már el tudja mondani a szeretetről a gondolatait, ha el tudja mondani, hogy ő vele mi történt, és mi történt a társaival, hogy le tudja írni a környezetét, ami már több, mint egy metafora, ahogy a horvát verseit is ugye meg tudtam mutatni, a zárkáról szóló költemény. De hát a többit is szívesen felolvasom, ugyanez lenne a véleményem mindenkinek, ahogy most is, okos, szép gondolatok.
nagyon nagy kitartás kell ahhoz, hogy hosszú évtizedek óta tudja csinálni ezt a munkát, ami már hivatás, a szeretet terjesztését, a hit terjesztését. Mi az ehhez erőt? Hát a hit, ez semmi más. Nem lehet másként csinálni. Tulajdonképpen, ha a civil életemben nem végezném úgy a munkát, ahogy ismerőseim látják és tudják, azért teszem hozzá, mert az én életem és munkásságom nincs a fényben, nincs az RTL klubban és más tévéműsorokon kihegyezve. Engem nem lehet megtalálni az úgymond bulvár magazinok rovataiban, és más lapoknál se, tehát a Magyar Nemzet se ír rólam, és a Magyar Hírlap sem, tehát úgymond mértékadó polgári lapok sem írnak arról a tevékenység, amit végzek, mert nincs botrány körülöttem. Csak egyszer a vállalt feladat elvégzése van. És ez nekem pontosan elég ahhoz, hogy tényleg nyugodtan végezhessem a tanári munkámat, a művészeti munkámat, a színházi munkáimat, és ezt a szolgálatot, amit most itt végzek. Hittem és szóltam, hittél és szóltál, hiszünk, ezért szólunk. Az Adáshiba című, ma is aktuális darabot mutatták be Sárospatakon a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház művészei. A keserű komédia középpontjában a televízió nézés áll. A Bódog család egész élete abból áll, hogy a képernyőt bámulják, és közben elmegy mellettük az élet. A mű 1970-ben íródott, és azóta is nagy sikerrel játsszák itthon és külföldön egyaránt. Az előadás előtt Pregicer Fruzsinával, a darab egyik szereplőjével beszélgettünk. Na hát, ki ez a nyeszlet? Nektek mindenki nyeszlet. Anya? Itt vagyok, itt vagyok, puszi. Nem hívtam, hogy fennalltál. Kétszer is hívtam. Tényleg nem nyeszlet. A nőknek minden más nő nyeszlet. Csak te ne bámuld úgy. Gyerünk, fodrásznál tetszett lenni? Igen, mert a pillanatok szerfőzedőnél. Egész jó mozog. Szakonyi Károly Kossuth Díjas író 1970-ben írta az Adáshiba című darabot, amelynek főszereplője a televízió, alapvető cselekménye a televízió nézés. A Bódog család annyira a képernyő bűvkörében él, hogy nem veszi észre Krisztusz nevű albérlőjük csodatetteit. Csak akkor jönnek izgalomba, amikor azt kikapcsolja a televíziót. A darabot a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház művészei mutatták be Sárospatakon. Az egyik szereplő, Pregicer Fruzsina, arról beszélt az előadás előtt, hogy mennyire aktuális a 40 éve írt keserű komédia. Nagyon izgalmas próbaidőszak volt, amikor ezt elkezdtük, hát mindjárt mondom. 2010 decemberében kezdtük ezt próbálni, és 11-ben volt a bemutató, majdnem egy évig most pihentettük. És eljött Szakonyi Károly az olvasópróbára, majd egy közbülső próbára, és majd a bemutatóra. És folyamatosan erről beszélgettünk vele, hogy sajnos az aktualitása nem múlt el. És szívszorító módon egyre aktuálisabb. És amikor tegnap kamaszok nézték Nyíregyházan az előadást, és ugyanazokat az arcrándulásokat, vagy aha érzéseket vettük le, csak igen, mert ahogy nézünk előre, a világító pultnak a plexi ablaka, az nálunk kvázi a televízió, hogy mindannyian egy irányba nézzünk, és hát óhatatlanul a néző megmozdulása, gesztusai, az a tekintetünk meesnek. És hát csak látjuk azt, hogy így kapnak a fejükhoz az emberek. Tehát szomorú, hogy nem javult a világ. Ebben a darabban azért Szakonyi Károly nem csak arra világít rá, hogy nem figyelünk egymásra is, hogy a televízió az, ami tulajdonképpen nevel minket, hanem olyan finoman mutatja azt, hogy az ember eltávolodik az Istentől. Nekünk színészeknek milyen bazar érzés volt ezt próbálni, hogy ilyen finom, rejtetten, bújtatottan üzen az író, és
milyen aprólékos, de egy krimiszerű rejtett finomsággal bontakozik ki a történet, hogy ki a családnak az albérlője, hogy ez kicsoda, és egyszer csak bejön az, aki bejön. Inkább ezt fogalmaznám meg, hogy ez olyan páratlan ajándék, amikor egy színész ilyen darabot próbálhat, és még az élő szerzővel is válthat szót. És az az élő szerző, aki azt mondta, hogy azt csináltok a darabommal, amit akartok, és teljesen lazán és gördülékenyen mondta, hogy ott, hogy nyugodtan csereberélhetünk, mert volt egy picit, amit úgy éreztük, hogy ezt mi kicsit meg szeretnénk mondatokat cserélni. Hát nagyon-nagyon szép és nagyon jó időszak volt. Az anya szerepét alakítod ebben a darabban, aki ugye itt elnéz, és tulajdonképpen a 20. század gyermeke, aki sok mindent átélt, sokat ígértek neki, aztán nem valósult meg belőle semmi. Hogyan lehet ezt a szerepet megformálni, úgyhogy hiteles legyen? És te magadon átszűrve, hogyan adod át ezt nekünk? Hát nem tudom. Én csak csinálom, hogy Kismanyi szólt ez a híres anekdóta, hogy Manyi, hát hogy tudja ezeket? Egyik nap kabaré jelenetet játszik, másik nap kurázsimamat. Hát, elolvasom, megtanulom, eljátszom. Az vagy sikerül, vagy nem. Tehát én összeszedtem azokat a nőtársaimat, rokonaimat, szeretett tanáraimat, más nőimet, akikből összetudtam ezt kicsit így, mint egy mozaik állítani ezt a figurát. Nagyon ismerős volt, mert én nagyon hasonló környezetből jöttem. És hát ez a mama, ez egy ilyen tyúkanyó, aki hol ezért aggódik, hol azért aggódik, de azért, mikor riposztozni kell a férjével, azért, hogy azért őrizze a maga igazságát, maga kis védbástyáját, azért azért meglépi. Nagy ajándék Gáspár Tibor játsza a férjemet, akinek nincs is keresztneve, és nekem sincs keresztnevem, és hát Boldog is Boldogné, hát mondhatjuk, hogy is a boldogok a lelki szegények, hát mi vagyunk a két családfő, a két öreg, az egyik lányomat, Vandát, Szalma Noémi játsza, és a menyemet Friedrich Noémi, fiatal kolléganők, és a fiamat pedig Nagy Idai Gergő, valamint Imbrust, aki egy nagyon fontos és egyik fő fontos szerepe a darabnak, az pedig Rák Zoli játsza. És az édes drága tolókocsis, aztán nem annyira tolókocsis szomszédot, Tóth Károly játsza Szűcs urat. Ez egy olyan stáb lett, hogy egyszerűen nekünk ünnep együtt játszani. És arra emlékszem, hogy amikor vége lett a próba folyamatnak, akkor úgy sajnáltuk, hogy vége van. Ez olyan, mint amikor az ember olvas egy nagyon jó regényt, és nézem, jaj, már fogy, és már mindjárt vége van. Mert a színészeknek, amikor rákészülnek egy darabra, az a bizonyos próba folyamat, az egy nagyon izgalmas, nagyon változó, hömpölygő időszak. És jobb esetben, amikor jó a rendező, jó a darab, jó csapat áll össze, akkor egy diadalmenetek, egy öröm, mámoros álom. És hát ez ilyen volt nekünk, mert Istennek hála több korosztály, nagyon-nagyon-nagyon jól ízesült. Istennek hála, hogy Keszeg László rendező úgy nyúlt a darabhoz, annyi tisztelettel, annyi humorral, annyi orcátlansággal, merem ezt így mondani, és annyi mai korszerűsége, mert hát ő is 37 éves, tehát ő is számomra a karanyodő korosztályhoz tartozik, hogy életem egyik nagyon fontos és nagyon szép időszaka volt, amikor ezt próbáltuk, és hát hál' Istennek most is játszhatjuk. Volt-e már olyan a színészi pályán, hogy egy szerepről érezted, hogy jobb emberré tett téged, vagy megváltoztatott valamilyen szinten? Nem szerepem volt, hanem ezelőtt, hát most már 22 éve, 90 nyarán nekivágtam egy önálló estel Erdélynek, mert mindent abba akartam hagyni. Éppen Sáros Patakon is mondhattam az Uram, nem láttam Magyarországot című önálló estemet, és azt hiszem ez az önálló est, amit mind a mai napig Istennek áll, amik hívnak,
Kumloskán éppen karácsonykor a templomban mondhattam éppen. Ez az est döbbentett rá, vagy mutatta meg, hogy mi a dolgom Regicer Fuzsinának, hogy mi az, hogy magyar színésznőnek lenni ebben a térségben. Ez az est világított arra, hogy az a tényező, hogy közönség, az számomra idáig egy üres kifejezés volt. De azt, hogy ránézek emberekre, adok valamit magamból, és hogy ez milyen élmény maga az adás, és utána miket kapok vissza, ez az est változtatott meg. Nagyon érdekes, mondhatok egy apró intimitást? Mielőtt neki mentem az estnek, ott voltam a Csíksomlyói Szűzanyánál, és imádkoztam, hogy jól sikerüljön az a két hónap, mert kb. Két hónapot szántam erről az életemből, és nem tudtam, hogy mit kértem. És most nyáron voltam megint a Csíksomlyói Szűzanyánál, 21 év után, 3x7 év után, és álltam ott a sorban a többiek után, és arra gondoltam, hogy mit kérjek. Előttem egy fiatal szindromán párocs szerelmes pár volt, és azt mondtam, hogy akkor azt kérem, amit ők kérnek. És miközben lassan rám került a sor, akkor esett le a tantusz, hogy én hány éve voltam itt utoljára. És hogy nekem egy milyen iszonyatos pálfordulásom volt az a 21 évvel ezelőtti menetem. Tehát igazából ez az est változtatott meg. Rád nyitott, az albérlők. Még mindig járnak hozzá azokat a bőrök. Már 12-en voltak nálam. Oda állj, te csupaszon az uhanya, anya, persze, hogy csupaszon. Azt hittem, te jöttél be. Kicsit nyitottam a szememet itt a szobba, még mondtam is, hogy adnál ide azt macak törökközéket. Ő megoldatja! Képzel! Jaj, de izgalmas! Te is kimersz fürödni akarsz. Hoffmann Ildikó kiállítása nyílik március 5-én 17 órától a Sárospataki Művelődésházában. Sátoralja Újhely városkönyvét mutatják be március 21-én a Városháza dísztermében. Kedves nézőink, véget ért a Mecénás, az Emprint Televízió kulturális magazin műsora. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Jövő héten is számítok a figyelmükre. Viszontlátásra!